Üdvözlöm a televízió kedves nézőit, a jövő nemzedékét látják Gastonnal, egy 21 éves fiúval fogok beszélgetni az élet különböző kérdéseiről, nehézségeiről, örömeiről, sikereiről, kudarcairól, minden, ami az ember életében megtörténik. Üdvözöllek, szeretettel, Gaston. Jó estét, Sándor bácsi, köszönöm, hogy itt lehetek. Most egy hosszabb beszélgetésbe fogunk. Ilyenkor sok mindent szoktam kérdezni, de hát van időnk bőven, mint egy 30 percig, elmondhatjuk a gondolatainkat, érzéseinket. Arról szeretnék megkérdezni, hogy mit mondasz önmagadról, ha mondanál egy pár dolgot, családodról, szüleidről, és akkor majd tovább kérdezlek. Rendben. Hát, mint mondta Sándor bácsi, 21 éves vagyok, és hát jelenleg ugye a emberbarát alapítvány rehabilitációján lakom, ahova játékszenvedéllyel kerültem be. A szüleim elváltak, édesapám az öcsémmel itthon él Magyarországon, viszont édesanyám már ides tova 8 éve Münchenben él Németországban, ott kint megtalálta a számításait, egy párja van, illetve most várom a féltestvéremet, a kis húgomat, úgyhogy sajnos a család ugye elvált. A nagyszüleimet hát nem igazából ismertem, egyről két nagymamámat, mint az apai ágról, mint az anyai ágról, de az apai ágról a nagymamámmal vele nagyon szoros viszonyban voltam, mert a szüleim elég fiatalok voltak, amikor megszülettem, még mind a ketten tanultak, ugye 18 évesek voltak, és szinte a nagymamám nevelt fel, és ott volt velem nagyon sokáig, viszont már sajnos ő is elhunyt, tehát ugye az édesapámmal, édesanyámmal vagyok ugye rokonságban, és ugye a kis testvéremmel, aki nem is olyan kicsi, most már 18 éves. Tehát a családon kívül éltél, vagy hogyan? Nem, családdal éltem. 16 éves koromig ugye édesanyámmal, illetve édesapámmal, miután elváltak utána édesapámmal, de 17 éves koromban kiköltöztem Németországba édesanyámhoz, és egy 3 évet kint éltem, dolgoztam, tanultam, majd egy éve hazaköltöztem, pontosan a játékszenvedélyem miatt, mert egyedül már nem tudtam kezelni, és segítségre volt szükségem. A nyelvet ott sikerült ugye jól elsajátítani. Igen, szerencsére a német nyelvet, illetve az angolomat is sikerült javítanom, úgyhogy mind a kettő szerencsére nagyon jól megy, amit eddig ugyan keveset tudtam kamatoztatni, ugye lévén, hogy nem olyan munkahelyen dolgoztam itthon, de remélem, hogy ez a két nyelv ez elég lesz ahhoz, hogy majd elhelyezkedjek itthon is egy olyan állásba, ahol szeretnék dolgozni. Tehát a családi körülményeiről ennyit tudunk mondani, és hogy beszéljünk arról, hogy mi érdekli az életben. Hát az életben én szerintem kifejezetten sok dolog érdekel, tehát elég sok minden iránt érdeklődöm, ilyen akár a sport, nagyon-nagyon sokáig fociztam, csak hát sajnos a különféle problémák miatt ezt felhagytam, de nagyon sok minden, tehát ugye a világ, hogy mi történik körülöttem, az nagyon-nagyon is érdekel, legyen az akár szó a komolyabb dolgokról, gazdaság vagy hasonló történet, de érdekel szinte bármi. És most elsősorban az érdekel leginkább, hogy ugye saját magamat hogy is megismerjem még jobban. Így az olvasás, kirándulás, a természettel való érintkezés. Olvasás most úgy, ahogy kezdek egyre idősebb lenni, talán úgy kezdek egyre többet is olvasni. Úgyhogy talán azt is mondhatom hobbimnak. A kirándulást is nagyon szeretem. Amikor kint éltem Németországban, nagyon sokat jártam kint a hegyekbe, illetve hát ugye az Alpokba. Itthon sajnos kevesebbet kirándultam, mert úgy itthon is vannak nagyon szép tájak, amiket azért láttam, de természetben is szeretem eltölteni az időmet. Hát illetve mi nyilván minden fiatal, szeretek zenét hallgatni, hogyha úgy adódik, akkor az interneten egy kicsit szörfölni, és szeretem hasznosan eltölteni az időmet. És mi oka van arra, vagy mi vezette arra,
a döntésre, hogy a szerencsejátékon próbálkozik egy kicsit pénzhez jutni. Tényleg a pénzért csinálta? Hát a kérdés első felére válaszolva, mi okozta? Hát ugye amikor kint voltam Németországban, és sikerült egy munkahelyen elhelyezkednem, ugye édesanyámmal laktam, és hát kifejezetten sok pénz fordult meg így hirtelen a kezembe, tehát akkor ugye 18 évesen nem igazából gondoltam, hogy mennyi értéke is van a pénznek, és rengeteg pénz volt ugye nálam, és hát élveztem az életet, de hát az így utólag belegondolva nem igazából úgy kellett volna, és egy olyan társaságba is keveredtem bele, akik rendszeresen jártak kaszinókba, rulettesztek, játékgépeztek, és úgy megtetszett az az érzés. És akkor talán rá is térnék a második felére a kérdésnek, hogy csak a pénz miatt, nem csak a pénz miatt, mert az érzés maga az, hogy az adrenalin érzés, illetve az az fokozott izgalom, ami akkor bennem volt, az késztetett inkább arra. Aztán hát utána idővel nyilván ugye sajnos adósságokba veri az ember magát, és egy idő után már azért is játszottam, hogy talán ezeket az adósságokat ki tudom fizetni, és megváltozik az életem, ami mondjuk így utólag belegondolva eléggé butaság volt, hogy ilyeneket gondoltam, de sajnos ez is közre játszott ahhoz, hogy ennyit játszottam. Igen, és hány évig tartott ez a játék? Ez 3 évig tartott, de ez a 3 év nagyon, nagyon intenzív volt, tehát ha heti szinten 4-5-ször, de akár heti 7-szer is képes voltam elmenni játszani. Ez Németországban volt, vagy itt? Először Németországban, miután hazaköltöztem, hogy talán itthon könnyebb lesz, mivel a háttere ennek nem igazából van meg itthon Magyarországon, de hát nyilván itthon is megtaláltam azokat a lehetőségeket, ahol játszhatok különböző pókertermekben, vagy hát nyilván itthon is van 1-2 kaszinó itt Budapesten is, ahova betértem és játszottam. Talán, mintha most is engedélyeztek volna valami. Igen, hallottam én is, hogy különböző, itt Budapesten is még több kaszinó nyílik, illetve vidéken is. Hát eléggé veszélyesnek tartom ezt. Rengeteg veszteség érte az embereket. Itt az intézetünkben, a korábbi években többen megfordultak hasonló problémával. Az előző évek szigorítása is közrejátszott ahhoz, hogy kevesebben kerültek ebbe a szörnyű helyzetbe, de most újabban ez ismét jelentkezik, ez a probléma. Hát sajnos igen, és főleg azt mondom, hogy egyre inkább a fiatalabbak körében, tehát rengeteg olyan ismerősöm, illetve kollégám, barátom volt, aki hasonló cipőbe járt, mint én. Úgyhogy... Itt volt egy főiskolai tanár, akinél korábban, tehát az ifi éveiben nem is foglalkozott a játékkal. Angliába kiküldték valamiért, és valahogy ott került a csapdájába a játéknak. És hogy hát, rengeteget küzdött, aztán sok minden bekövetkezett az életében, elment az intézetünkből, de nem tudom, hogy nem idősek otthonába kerülte, mert nagyon nehezen tudott ebből kilábalni, de vannak mások, akiknek sikerült. Biztos, hogy nehéz. Talán annyival ugye könnyebb talán, mint esetleg másfajta függőség, hogy nincsen fizikai elvonásunk, illetve fizikai sóvárgásunk, de viszont ugye agyban nagyon erősen ott van ez az egész késztetés, érzés, emlékek. Úgyhogy én ugyanolyan betegségnek tartom, mint esetleg a drogfüggőséget vagy az alkoholizmust. És hasonló megvonási tünetek vannak a játékszenvedély esetében is. Tehát ha nem játszhat valaki, akkor jelentkeznek az izgalmak, a feszültség, az idegesség. Bizonyos drogoknál, például a heroinnál az van, hogy nem elég egy bizonyos dózis, hanem növelni kell. A játéknál is van ilyen, hogy már nem elég, hanem növelni kell. Igen, ismerős a történet, tehát nálam is ugye nyilván elején elég volt pár száz forint is akár,
idővel aztán ez egyre nőtt, és utána a világ pénze se lett volna elég ahhoz, hogy kielégítse a vágyaimat. Hát itt is, ebben az esetben is függőségről van szó. Ezt ugye új szaknyelven a viselkedési addikció közé sorolják. Viccesen mondta egy pszichiáter, hogy ez egy szertelen függőség, mert a szer az nagyon tönkreteszi sok embernek az agyát, és ugyanakkor a játékosoknál nincs ilyen baj. Ránéz valaki egy drogbetegről, nem kell sokáig gondolkozni, de egy játékosnak nem lehet belelátni a fejébe, és hogy nagyon logikusan tudnak gondolkodni, és megmarad a gondolkodó képesség. Persze van egy csatorna, ahol bekövetkezik a beszűkülés, és akkor, hogy ez, ugye nem tudom, ilyen félhomályba teljesen elsötétítve a termet, hogy ne tudják, hogy reggel van, vagy éjszaka, a cicababák megjelennek, és egyéb. Hát persze ez az egész körítése sajnos a dolgoknak, tehát ez is magával vonza az embert. Nyilván, ahogy mondta, ugye a csinos lányok, a sötétség, elvesz az ember az egész kontrollját, sajnos. És a Magyarországon a játékgépekkel is sokat vesztettek emberek, nyugdíjasok, egyszerű paraszt emberek vagy vidéki emberek, remélve, hogy nyernek, de mindig vesztettek. Ez általában így van. Sajnos. Hát ez egy nehéz függőség, de ezen is túl lehet jutni. 21 évesen még előttünk van a jövő, ugye, és hogy sok minden történhet. Tehát beszéltünk arról, hogy mi érdekel. Igen. Tehát a műszaki dolgok. Nyilván érdekelnek a műszaki dolgok is. Igazából minden, ugye a konyhás, tehát a konyhát is nagyon, illetve a főzés is nagyon érdekel, illetve kezdem egyre jobban inkább azt is ilyen hobbiként tekinteni, hogy itt az alapítványnál konyhán segítkeztem is egyébként lent, illetve dolgoztam ott is, amit nagyon élveztem. És mi a véleményed, Gaston, a mai fiatalokról, a 20-21 éves fiatalokról? Mi érdekli őket? Mi tölti ki a napjaikat? Hát sajnos a mai korombeli fiatalokról felemás véleménnyel vagyok, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon jó generáció ez, és tényleg, tehát ugye a digitalizálás és ugye a komputerek ez nagyon értenek, de viszont elég beszűkült a látásmódjuk sajnos. Tehát csak az, hogy a mobiltelefonokon, illetve az okostelefonokon csak interneteznek, nem igazából kommunikálnak egymással, nincs az, hogy elmennek esetleg barátokkal kirándulni, inkább interneten keresztül beszélnek. Úgyhogy sajnos nem jó, de szerintem azért vannak nagyon sokan, akik próbálják hasznosan eltölteni az időt, illetve kicsit tanulni is, olvasni is, illetve tájékozódni a világról. Hát a szabadidő hasznos eltöltése is rendkívül fontos, mert az unalom azért nagy ellenség az embernek, és sok olyan ember van, aki, hogyha hívják, vagy bevonják, akár szórakozásba, vagy bármilyen időtöltésbe szívesen megy, de sokan olyan tehetetlenek, gyámoltalanok, önállótlanok, hogy hát csak ülnek, és akkor nem marad semmi végül is. Így van. Csak az üveg barátsága, vagy hasonló dolog. Hát igen, hogyha az unalom, akkor általában ugye sajnos rossz dolgokat is csinálhatunk, hogy az unalom elűzése érdekében, ami nem jó, ezért kell kreatívnak lenni, és inkább csinálni valami hasznosat. És valami szakmád van? Én itthon leérettségiztem, hát ugye az iskola utolsó két évét, mint magántanuló végeztem el, de egy érettségim megvan, illetve elvégeztem egy hajópincér tanfolyamot is, mert vannak olyan terveim, hogy egy hajón tudnák esetleg dolgozni, mint felszolgáló,
de ez egyre inkább kezd így homályba feledni, mert most már azért másfele is szeretnék el mozdulni, szeretnék nyilván tovább tanulni főiskola vagy egyetemre, tehát nem gondolom azt, hogy esetleg a vendéglátásba kéne elhelyezkednem, de azért szerint úgy gondolom, hogy hasznos, hogyha van egy ilyen szakma, mert esetleg bármikor fel tudom használni. Láttam a múltkor, hogy milyen jól ment az angol. Voltak itt az amerikai egyetemisták, megtekintették az alapítvány munkáját, és hogy amikor kérdést tettek föl, akkor milyen nagyszerűen tudtál angolul válaszolni. Hát igen, ez valahogy mindig is a nyelvérzékem, tehát a nyelvekhez mindig különös érzékem volt, szerencsére. Már iskolában is egész jól ment, aztán utána miután kikerültem Németországba, ugye úgy kerültem, hogy németül sem ennyire nem beszéltem, és az angolt kezdtem el használni. Utána, mint a ismerősökkel, akiket szereztem, ugye angolul beszéltem, és így sikerült azért kifejezetten jó szintre emelnem az angolomat, amit előszeretettel használok is, illetve próbálom, megragadok minden lehetőséget, hogy beszélhessek egy kicsit angolul, hogy azért ne felejtsek. Úgyhogy szerintem hasznos, hogyha az ember több nyelven is beszél. Most áttérünk egy másik témára, vegyük elő a szerelem kérdését. Mit mondhatunk erről? Szerelem. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogy én már voltam szerelmes. Én kint Németországban egy perui lánnyal, egy dél-amerikai lánnyal ugye megismerkedtem. Sajnos csúnya vége volt, ami oda is vezetett, tehát az is elősegítette nyilván azt, hogy a játék szenvedélybe beleestem. De én úgy gondolom azt, hogy előbb-utóbb nyilván meg fogom találni azt a hölgyet majd, hogyha rendeződnek körülöttem a dolgok, aki mellett boldog lehetek, és akit én is boldoggá tehetek. És mi a véleményed a mai fiataloknak a szerelemmel kapcsolatos felfogásáról, tévhitéről? Hát érdekes. Tehát én szerintem mai fiatalok is szeretnének szerelmesek lenni, és keresik a fiúk, a lányok a fiúk társaságát, de úgy gondolom, hogy sokszor talán rosszul közelítik meg ezt az egész dolgot, és azt hiszik, hogy szerelmesek, közben nem. De azért nagyon sokan vannak, akik fiatalkorban is megtalálják a párjukat, és életük végéig is együtt vannak. Igen. Viszont az ellenkezője is igaz, hogy volt itt egy orvos betegünk, aki mondta, hogy nagyon jó sportoló volt, hasonlóan a felesége is, és nagyon-nagyon szerelmesek voltak egymásba, és hogy végül is ez eléggé szomorúan végződött a történet, elváltak, és ez az orvos végül is annyira elzüllött alkoholista lett, hogy a kukából élt. Hogy ez nem tudom, hogy ez a nagy szerelem hogy változhat át ennyire gyűlöletté, és hogy idegenedhet el ennyire két ember. Hát sajnos előfordul. Egyébként a szüleimet is tudnám erre példának mondani, mert mind a ketten ugye nagyon fiatalok voltak, mikor megismerkedtek, 14-15 évesek, és hát ugye nyilván össze is házasodtak, tehát együtt voltak sokáig, de úgy valahogy elhidegültek egymástól, ami után nyilván családi veszekedések, ugye mint öcsémnek a szemtanúi voltunk, de most már szerencsére mind a ketten megtalálták a maguk párját, mind a ketten boldogok, és ugye annak ellenére, hogy elváltak a szüleim, nagyon jó kapcsolatban is vannak, illetve az egész család, tehát édesanyámnak a párja, mint az édesapám, illetve az ő pár is összejárnak, beszélgetnek, hogy a szerencsére jó kapcsolat van. Ez azért sokkal könnyebb például nekem is, hogy nem a veszekedés megy. Úgyhogy sajnos van erre példa is. Hát igen, ez nagyon különböző tulajdonképpen az emberek személyiségétől is függ, hogy hol kötnek ki, és hát a hűség is. De érdekelne az, hogy mi a véleményed arról, hogyha már itt a szerelemnél tartunk, még egy lépéssel tovább megyünk, hogy az emberek egyrészt azt mondja, hogy a házasságkötés, hogy az fontos, másik része pedig megelégszik a párkapcsolattal. Erről mi a véleményed?
Hát én úgy gondolom, hogy a párkapcsolat, egy jó párkapcsolat a házasságnak az előszobája, hogyha mondhatom így. Tehát szerintem azért nyilván a házasság fontos, mert az két embert összeköt, de nem szabad hirtelen dönteni esetleg emellett. Fontos az, hogy egy párkapcsolat harmonikus legyen, legyen minden rendben, megismerjék egymást minden mozzanatát, és megismerjék egymást. És hogyha húzamosabb ideig együtt vannak, akkor nyilván a házasság is nagyon fontos dolog, és az a következő lépés, hogy összekössék az életüket. Igen, de hogyha ez a párkapcsolat az élettársi szinten marad meg, hogy erről... Én szerintem az nem jó dolog. Tehát szerintem nyilván, ahogy mondta Sándor bácsi, sokan mondják, hogy a házasság csak egy papír, vagy egy papír róla, de szerintem mégsem, mert azért az a két embert összeköti minden téren. És hát fontos az, hogy nyilván, hogyha később esetleg gyerekek vannak, akkor úgy nőjenek fel, hogy egy család, ahogy házasság van, anya, apa. Úgyhogy ez én fontosnak találom egyébként. Az egyik alkalommal fodrásznál voltam, és ugye a fodrászoknál mindenféléről szoktak beszélni, és érdekes módon önmagáról is beszélt, és mondta, hogy ó, hát mennyire szereti a kisfiát, meg minden, meg milyen boldog. Hát mondom, igen, akinek ilyen jó házasság, és azt mondja, nem, mi nem vagyunk házasságban, mi csak élettársi viszonyban vagyunk. Hát ez érdekes. Ha boldogok, akkor lehet, de én személy szerint úgy gondolom, hogy nyilván azért házasság az fontosabb lelkileg is minden, hogy összeköti két embert, úgyhogy lehet, de hát ahogy mondta Sándor bácsi, is vannak ellenpéldák is. Igen. Az a lényeg, hogy szeressék egymást szerintem, és tiszteljék egymást, úgyhogy utána nincsen probléma. Igen, azt hiszem a társadalmi szinten is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Szigorítások, változások vannak vagy lesznek. De minden esetre nagyon fontos az, hogy két ember, akik szülővé válnak, hogy a felelősség tudatuk meglegyen, hogy most már nem önmaguknak élnek, felelősek a gyerekeikért. Az egyik orvossal beszélgettünk épp a felvételi alkalmával, és hát ide hoztak hozzá egy tinédzserkorú fiút, aki teljesen ilyen idegileg összeomlott állapotban volt, és hogy hát kiderült, hogy tinédzserkorban az apjuk ott hagyta őket. Hárman vannak testvérek, a lány az nagyon-nagyon sötét dolgokba keveredett. A két fiú, az egyik idegileg eléggé tönkrement, a másik szintén eléggé sok küzdelmen ment keresztül, és hogy hát ez az orvosunk, aki a felvételen itt volt, hát azt mondta, hogy azért ez szörnyű, amikor egy embernek a saját vágya kerül az első helyre, és nincs tekintettel a tinédzserkorú gyerekére, amikor a legnagyobb szüksége lenne a nevelésre, a meghitt családi körre. Ez így van. Tehát azért fontos nyilván, hogy a gyerekek úgy nőjenek, illetve tinédzserkorban is, hogy egy olyan családi háttér legyen maga mögött, ami biztonságos, nyugalmat ad, és ahova bármikor fordulhat. És ugye az, hogyha odafordul a szülőhöz, akkor nyilván ő az első. Volt-e az életedben olyan nehéz időszak vagy probléma, amire nem szívesen emlékszel vissza? Természetesen volt, sajnos. Ez úgy az elmúlt másfél-két év szinte folyamatosan. Ugye nagyon sok olyan dolgot követtem el, mind akár a családom ellen, mind a barátaim ellen, ami nem szép dolog. És hát ez nyilván olyan dolog, amire nem szívesen gondolok, illetve hát próbálok ezt magammal rendbe rakni. Úgyhogy ezt mondanám azt, hogy ez az időszak volt, amire nem szívesen gondolok vissza. De igyekszem ezt kijavítani, és mind a családommal rendezni, mind a későbbiekben a barátaimmal rendezni a kapcsolatot, és amiket elkövettem, megpróbálom valahogy kijavítani, ahogy tudom. Az élet tele van, ugye, küzdelmekkel, és hogy a probléma megoldó képessége milyen a
milyennek lehet mondani? Én úgy gondolom, hogy ez mondjuk nyilván az is bizonyította, hogy amikor játszott, vagy olyan készítés volt, hogy játszok, azért nyilván mindent megtettem azért, hogy sikerüljön pénzt szereznem, ami nyilván a probléma megoldásnak egy rossz módja, de az is megmutatta nekem, hogy egyébként a problémákat eleinte nyilván aggódva fogadom és stresszelek rajta, de előbb-utóbb azért keresek rá megoldásokat, és általában sikerül ez. Nem tudom, hogy megfigyelted azt, hogy amikor valami erős stressz hatásért, hogy az mégis elvitt bizonyos mértékig a játékba? Hát igen, amikor esetleg valami stressz vagy csalódásért, akkor nem igazából tudtam normálisan kezelni, és egy olyan örömforrás kerestem, ami akkor nyilván örömforrás volt nekem, amiben megtaláltam azt, ahol fel tudok szabadulni, ahol el tudom felejteni a dolgokat, inkább homokba dugtam, a fejem nem érdekelt, és helyette olyan dolgot csináltam, ami nem helyes, nyilván járt, tehát ugye kaszinókba, pókertermekbe jártam, ahol nyilván az lehettem, aki nem az, hogy akartam, az lehettem, aki bárki, meg, bárki lehettem, tehát előadhattam bárkit, hogy én ki vagyok, senki nem kérdezte, senki nem kérdezett a problémákról, nem kellett ott abban egy-két-három órában, vagy akár napban foglalkoznom azzal, hogy mi a probléma, de aztán nyilván utol értek a problémák, és foglalkoznom kellett vele, ami ugye nyilván először aggódás, és hogy most úristen mi lesz, de utána idővel valahogy mindig sikerült megoldani a problémát, vagy egyedül, vagy a családdal. Ugye ilyen nehéz helyzeted nem volt, mint volt itt egy fiatalember, aki elmondta, hogy kivitték az erdőbe egy ásóval, játékos volt, és hogy követelték, hogy vagy kiássa maga gödrét, vagy pedig akkor a pénzt megadja. És hát az utolsó pillanatban a nagymamát, akit egyébként is állandóan fejt, meg ellopta a pénzeit, hogy a nagymama kisegítette a veszélyes helyzetből. Ennyire nem kellett. Ilyen drasztikus talán még, tehát ilyen helyzet talán nem volt. Sőt, biztos, hát nyilván voltak olyan dolgok, olyan helyzetek, amikor szorult a hurok idézőjelben, és esetleg meg is fenyegettek akár, de pontosan nálam is a nagymama volt az, aki sokat segített nagyon. Hát nyilván sajnos ezek vele járnak a játék szenvedélyelét, vagy más szenvedélyekkel is sajnos, de szerencsére a családom mögöttem volt, és amikor tudott, és ahogy tudott, úgy segített, de hát nyilván ez nem mehet mindig így, mert azért vállalnunk kell nekünk is a felelősséget, és azért magunknak is meg kell oldani azt a problémát, amit magunknak csináltunk. Még most már elősen közeledünk a befejezéshez, még a hitről, hogy mi a véleményed? A hit számomra egy olyan dolog, ami érdekel. Ki Németországban egyébként voltam, ugye jártam templomba, egy kinti gyülekezethez. Utána azért akkor nagyon kifejezetten érdekelt a dolog, aztán utána az utóbbi két évben eltávolodtam, de mióta itt vagyunk, ugye, és minden szombaton, illetve vasárnap ugye járunk a mindenki templomába, ott azért sokszor elgondolkozok rajta, illetve hogy milyen jó lenne hinni valamiben. Sajnos jelenleg még nem élek olyan életet, illetve még egyelőre nem tudom Istennel élni az életemet, de én nyitott vagyok rá, és úgy gondolom, hogy ha így gondolok rá, akkor talán előbb-utóbb sikerül úgy gondolkodnom, hogy Isten megoldás. Van-e valami üzeneted az ifjúságnak, a korodbeli fiatalok számára? Mai fiatalságnak talán azt üzenném, hogy próbálják az idejüket hasznosan tölteni, ne csak az okostelefonok, illetve az interneten éljék, találkozzanak a barátaikkal, érezzék jól magukat, és a fiatalságokat ne vesztegessék el olyan időtöltéssel, ami nem hasznos, illetve káros az egészségükre, vagy bármi másra. Úgyhogy talán ennyi az, amit üzennék a mai fiatalságnak. Gaston, köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok a kitűzött cél eléréséhez. Rendben, én is köszönöm szépen.